Természetesen drámai történetet ismeretnek meg, egy fiatal 22 éves fiú mindössze 45 kiló, havi 50 ezer forintból él édesanyjával, de nem is ez a legnagyobb problémája, hanem az, hogy vese és máj transzplantációra vár. Itt van velünk a stúdióban Siklós Saba, szervusz, estét kívánok! Szia! Nyilván a betegséged okán, de nem úgy nézel ki, mint egy 22 éves fiatalember, sokkal inkább, mint egy 15. Vesemedence gyulladással születtél. Úgy születtem, 7 éves koromban kiengedtek a kórházból, és azután is 7 éves koromig jártam a legközelebbi kórházban, vesém véget. És közben jöttek a leletek, kiderült, hogy a májam is egyre jobban nem jól működik, ahogy kéne. És 99 volt egy életmentő műtétem itt Budapesten, fent a kórházban, amivel el akarták kerülni, amiben most vagyok, hogy a máj és a vesém is mindkét vesém, és a májam is nagyon roncsolódik. Az azt jelenti, hogy romlik hónapokra, meg napokra, van akkor napokra, hónapokra romlik az állapotom. Romlik, és akkor ezért vérvételekkel járnom havonta. Most már megoldottam, hál' Istennek vannak jó orvosok, megoldottam, hogy nem havi háromszor, hanem havonta csak egyszer kell feljönni. Persze, mert azért 200 km utazni fárasztó is, meg azért anyagi helyzet, az se az engedheti meg, hogy hát végig is volt olyan télünk, hogy vagy ettünk, vagy tüzeltünk. A tavalyi tél az pont erről szólt, hogy vagy ettünk, vagy tüzeltünk. Csaba, édesanyáddal élsz? Édesanyukámmal élek, 4 éve cukorbeteg. Azért nem tudott eljönni most is velem, mert cukorbeteg, és már se sok tesz véget, ez váltotta ki nála a cukorbetegség, és nem bírja sok kudarcot, mert sok helyre írtunk, és mindenhol csak az elutasítások jöttek, sehol se jött egy kis segítség. Édesapáddal mi történt? 95-ben meghalt, autóbalesetben, de amikor megszülettem, már akkor sem voltak anyuval, úgy nem értek együtt, hogy szinte egyszer látott apukám, de 95-ben meg is halt. Édesanyád nem lesz születésedtől fogva, testvéred van? Van két bátyám, mind a kettőnek már külön családja van. Hála jó Istennek, nekik semmi bajuk nincsen. Külön laknak, már nem velünk laknak. És anyagilag tudnak benneteket segíteni? Nem. Örülnek, hogyha magukat kitartsák. Édesanyád miből él? Ápolási díjat kap rám, meg én kapok árvaságot apukám után. Tehát ennyi, ez körülbelül havi 45-50 ezer forint. 50 ezer forint. Most jelen pillanatban milyen az egészségi állapotod? Hát a jelen pillanatban mondják az orvosok, hogy minél hamarabb jó volna túlesni a műtéten. Tehát vese és máj transzplantáció együtt? Kombinált, ez kombinált máj és vese transzplantáció lenne. Magyarországon én számításom szerint, meg utána is néztem, orvosok is mondták, nagyon ritka, hogy vese és májt akarnak egyszerre. Majd volt egy műtétem 99-ben, ami hát sajnos csak 9 hónapig volt jó, és utána ugyanúgy jöttek a tünetek. A tünetekkel, hogyha én beteg vagyok, az a legelső tünetem, hogy egy bővért hányok. Egy jól számult, ez csupán az életem. Milyen volt a gyerekkorod iskolában? Tudtál járni a betegségettől? Nem, 8 osztályom van. És ezt is mai napig is anyukámnak köszönhetem, ő tanított magántanulóként. Nem. Miből tudta finanszírozni édesanyád a magántanítást? Ő tanított, nem. Ő tanított? Nem, ő bement, amikor olyan kórház voltam, hogy elkértem, mire hazaengedtek a tételeket, a vizsgákat, a napi leckéket, és akkor tudtam akkor úgy, ahogy. És édesanyád tanított téged, és bementél vizsgázni? Igen, bejött velem. És ő voltunk a kórházba, felhozta a amit kellett, hogy át tudjak menni az iskolába vizsgázni. Igen. Ez nem tudja senki se, amiben én vagyok, hogy ott, ahol én lakok, az nagyon kis falu. És ott örül mindenki, hogyha magát ki tudja tartani, és nincs munka lehetőség se. Az, hogy tavaly telünk is olyan volt, hogy 4 vonokon 5 nadrág volt rajtam, mert nem tudtunk fűteni. Volt, hogy nem tudtunk egyszerűen begyújtani a kályhába, egy helyen fűtsünk, hiába van két szoba, fűrőszobánk. Egy helyen tudjunk fűteni, és volt, hogy 4 ruhával aludtam. Mert
örültünk, hogyha csak este egy két-három oroszlán be tudtunk gyújtani. Nagyon... Nagyon rossz. Mikor ettél egyetem ehetsz a Mádiét, ami jött? Hát anyukámnak is különként diétázni nekem. Napi 1000 forintból két diétát nem lehet összehozni. Mit esztek? Komplét. Napi szinten komplét együnk. Héten egyszer, ha úgy van, akkor fizetéskor, akkor tudjunk venni csak húst. Egy hónap egyszer, mint magyarán szólva. Egy hónap egyszer tudjunk venni húst, és ami kéne nekem napi szinten a hús, mi vagy vashiányos is vagyok, magasabb vérnyomásom. Azon belül nekem több betegségem is van, ugye már meg a vesém, az több betegséget is csinált. Már annyira a vállalistám már volt olyan is, akkor voltam fent Pest a kórházban, hogy mondták, hogy lett volna vese. Lett bizony. De viszont már nem volt, és nem akartak egy ilyen vastag gyereket, magyarán szóval most műtelent kisebb írtam volna. És örülnek, hogyha egy kalap alá akarják tenni ezt a műtétet, hogy minél hamarabb meg tudják csinálni. Ez... Az orvosok mennyi esélyt annak adnak, hogy egy ilyen kombinált vesés-máj átültetést te túlélsz? Biztatnak. Esélyről nem volt szó. Biztatnak, hogy és jó lesz, csak legyen meg a műtét, jó lesz, de... Csaba, ha lenne pénzetek, akkor mennyivel, illetve mivel lenne könnyebb az életed? Hát jó volna az azért, mert hogyha megműtenek, akkor az, hogy a megfelelő hőmérsékletnek meg kell lenni, azt egy... A házba. Két szobánk van, abból legalább egy szobában steril szoba kéne kialakítása. A másik meg az, hogy onnan 200 km messze van, és két naponta feljárni Pestre, és hogyha meg lesz a műtét, az két naponta kötelező feljárni. Hogy fogom ezt megoldani, nem tudom, de azt tudom, hogy sose fogom feladni. Hiszen de mi lesz Csaba, tehát megműtenek. Hova mész haza? Tehát haza fognak egyetlen engedni ilyen körülmények közé? Nem láttam a kiutat. Eddig láttam azt, hogy volt a cél, hogy felkerüljük a listán, rajtunk a listának, hála jó Isten. Hányadik vagy elől, vagy való lesz, nem tudod? Mind a kettőn sürgősségi listán vagyok, mindkét helyen. Tehát azt mondod, hogy bármikor megszólalhat a telefonon, bármikor vihetnek. Vihetnek, csak az, hogy azt már nem érném túl, hogyha én anyukámat nem látnám. Legalább Az, hogy anyukámat én nem látnám, aki velem volt éjjel-nappal, aki nem alszik mai nap se, én se alszok, hogy mikor csörem meg a telefon, mikor jön meg az új remény, mikor jön az új élet, mert én nekem az a máj és a verse transplantáció jelenti a jövőmet. Valaha voltál már nyaralni? Nem. Soha. Nyaralás? Nem. Láttad már a Balatont? Nem. Amikor még jobban bírtam, amikor megműtöttek, az volt ez a 9 szoba, akkor nagyon jól voltam, itt tényleg híztam kilókat, és akkor jártam fellépésekre táncolni. Milyen táncot? Romatánc. Romatánc? Romatánc. És ott volt egy ilyen verseny, ki mit tud, első lettem. És én mondtam, hogy meg vagyok műtve, a zsűri kinevettek, nem hiszik el, nem. Megmutattam masamat, és nem hitték el, hogy én meg vagyok műtve. Van egy nagyobb vágásom? Van. Megmutatod? Vágásom? Két fele vagyok vágva. Megmutatod? Meg. Ebben voltam 8 hónapig a kórházba. Vagy 8 hétig. Bocsánat, 8 hétig. Annyi minden rossz körülötted, hogy egész egyszerűen nem. Én nem is nagyon hallottam még ennyire drámai történetet, ezt komolyan mondom. Tehát nem elég, hogy nincs pénzetek, nem elég, hogy édesanyád beteg, példaértékűen egyedül tanított, és úgy végezted el az általános iskolát. Bármelyik pillanatban meghalhatsz, bármelyik pillanatban felmondhatja a májad, a léped, a vesét, a szolgálatot. Ennyi probléma között mi az, amit a leginkább szeretnél? Álmaimban mindig az volt, hogy legyen egy ház. Itt
egy városba, valahol a városba, egy Pesthez közel, ha már beteg lettem. Úgy volt fel, hogy ez nem lehet elfogadni, csak vele tudok élni. Hiába 22, nem tudom elfogadni azt, hogy miért pont élettem beteg. Ám az, hogy egyszer legyen a család, anyukám jobban legyen, de az már sosem nem lesz, mert már idős is. Hány éves édesanyám? 58. Én azt gondolom, hogy amint te keresztül mész, az egészen hihetetlen. Van bankszámos számotok, felelhető vagy-e bármilyen közösségi portálon, hogy lehet veled kapcsolatba kerülni, hogyha valaki segíteni, hát akkor... Hát a közösségi post, hát a Facebook, meg van bankszámom, azért van, hogy például most a nyáron annyit legalább, hogyha összetudok hozni, legalább ott éljen egy picit hamarabb, hogyha be kelljen izélni. De hogy hoznád össze? Írtam alapítványoknak, és még bizakodok, reménykék hátra küldenek valahol egy kis segítséget. Ha nézők segíteni akarnak, akkor nem sértődtök meg? Nem, örömmel, hogyha bárki bármivel tud, örömmel várom is előre, és megköszönöm bárki, aki lássa a szorozás, hogy segít, nagyon, az nagyon szépen, és az jó Isten áldja meg azért, hogyha rajtam tud segíteni. Hazamész innen, akkor mit csináltak édesanyáddal? Megpuszilom. Megpuszilom anyukát, átölelem, és várom továbbra is a telefont. És krumpli? Krumpli, krumpli? Igen. Kenyeret mikor ettél utoljára? Hát, két naponta szoktam venni kenyeret. De kell osztani anyukámnak, nincs közgyógya. Nekem, ami van közgyógyom, több mint a fél gyógyszert nem lehet kiváltani közgyógyú. Volt a hónap, amikor inkább a gyógyszert vettem meg, és akkor abban a hónapban krumplit sütöttünk majd csak minden nap. Zsírba. Másnapos zsírba. Így. Csaba, elképesztő. A www.frisbee.tv oldalon, illetve a facebook.com/frisbeehajdupéterre című oldalon tudnak segíteni Csabának. Mi minden megkeresést el fogunk juttatni, és nagyon drukkolok, és hogyha megvan a máj meg a vese, és túl vagy a műtéten, akkor kérlek jelentkezzél, mert arról is szeretnénk beszámolni. És nagyon drukkolok neked. Jó, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon drukkolok neked. Ennyi volt már a Frisbee, most énekel Majka azzal a dallal.